Nemrég autóbalesetet okozott a 88 éves Vitrai Tamás, akit azóta rengetegen támadnak az interneten, hogy ennyi idősen még miért vezet. Egy rövid összefoglaló után arra keressük majd a választ, hogy valóban igaz-e, hogy több balesetet okoznak az idős autóvezetők, mint a fiatalok, és Németh Péterrel jövünk vissza. Pár hete Vitrai Tamás 88 éves tévés Volvójával a Szív utcából kanyarodott ki szabálytalanul az Andrássy útra, amikor összeütközött egy fekete Audival, amely totálkáros lett. A Bors úgy értesült, hogy Vitrai Tamás még a helyszínen elismerte felelősségét az autóbalesetben, hiszen a Szív utca felül érkezve átment a záróvonalon. Elnézést kért a figyelmetlenségért, és elmondta, szerencsére személyi sérülés nem történt. Őt mentő vitte el, de már otthon van, túl van a kivizsgálásokon is. Bár Vitrai fizikailag jól van, rendkívül megviselik a támadások, hogy sokan azonnal elvennék tőle a jogosítványát. Hát, hogy mennyire helytálló ez, és mennyire helyesli ezt a fajta döntést, Németh Péter értékesítés és kommunikációs igazgató a CLB részéről mondja el nekünk. Jó reggelt kívánok! Mármint az, hogy ilyen alapú minősítés. Azt gondolom, szerencsére ilyen döntés nem született. Ugye a biztosítás oldalról vizsgálva tele van az élet folyton mindenfajta sztereotípiával, és ugye ez a közlekedésben ez egy gyakori dolog, hogy az idősek problémát okoznak. Gondoljunk csak bele, hogyha egy idős autóssal futunk össze a közlekedés során, akkor azért általában nem azért vagyunk mérgesek vagy idegesek, mert ő leszorít minket az útról agresszíven vezetésben, hanem pont fordítva. Úgy érezzük, hogy feltartja a forgalmat, ami valójában igazából lehet, hogy sokszor mi magunk szeretnénk egy picit gyorsabban haladni, mint lehet, és ő inkább megfontoltabban. Igen, azt mondják, hogy sokszor nem a sebesség, a túlzott sebesség, hanem a sebesség különbségek okoznak a problémát. Ez az adott szituációnak a megváltoztatása. Nyilván, hogyha az ember lassabban vezet és körültekintőbb, akár egy kicsit ilyen defenzívebb formát választ, akkor sokkal több ideje van reagálni egy új szituációra, aki gyorsan közlekedik, annak hirtelen több is adódhat. Az idősekre tehát mindenképpen a vezetési stílus szempontjából kicsit már-már félőbb, tehát ilyen megfontoltabb, visszafogottabb vezetés a jellemző, úgyhogy emiatt sem lehet azt mondani, hogy ők sokkal több balesetet okoznak, de a statisztikát is nézzünk, egyértelműen 15 ezer balesetre vetítve bőven ezer alatti az a szám, amit mondjuk ilyenkorú idős vezetők okoznak. Másrészt pedig szintén nagyon-nagyon alacsony, 10% alatti egyáltalán az a szám, aminek a baleset oka bármilyen képességbéli problémára, gyengénlátás, időskor, bármi ilyesmire vezethető vissza, úgyhogy nem. A statisztikákat még mindig vezetik a diszkóbalesetek, ugye egyértelműen nem idősek, az alkoholos, drogos befolyásoltság is sajnos gyakori, egyértelműen nem az időseki, az agresszív vezetési stílus, a rossz sebesség megválasztás, tehát ezek nem is erre a korosztára jellemzőek. Lehetséges, hogy inkább úgy fogalmazhatnánk, hogy még hogyha esetleg gyengül is az idő múlásával az idős ember reakciókészsége, reflexe, azért ők már azzal az élettapasztalattal rendelkeznek, hogy nagyobb emberismeret és önismerettel rendelkezve esetleg a szokásos, vagy a szükségesnél jobban is visszafogják magukat. Miközben a fiatalok épp ellenkezőleg túlbecsülik a képességet. Mindenképpen van egy balansz, ugye, amit az egyik oldalon elvesz az élet, az időhaladás, az másik megtölti a tapasztalat, a tolerancia, ugye a közlekedés, megint csak néha érezzük, ritkán van jelen, inkább engedlek, inkább menjél, inkább haladjál. Tehát én azt gondolom, hogy az unokák szállítása megint csak sokszor még az idős emberek feladata, szerencsére nagyon-nagyon kevés baleset történik ilyenkor, mert ők akkor még óvatosabbak lesznek, hiszen vigyáznak az unokákra, és úgyhogy abszolút nem jellemző ez. Jó vagy jobb megközelítése lenne a problémának az, hogyha nem életkor alapján kategorizálnánk, ítélnék meg az embereket, hanem tényleg a konkrét egyéni képességek alapján, melyeket esetleg akár időről időre, nem tudom, esetleg 60 éves kor fölött, akár 5 évenként fel is lehetne mérni, nem egy egyszerű orvosi vizsgálattal bocsátanak. Ha például egy pszichológiai teszt lenne a vezetés mögött, akkor azt gondolom, hogy 60 alattiak közül is sokan elbukodnának. Abszolút, erre céloztam, hogy akár ilyetkortól függetlenül is lehetne szelektálni, és nem kötelező, én szerintem nem feltétlenül tartozik az alapvető emberi szabadságokhoz, hogy mindenkinek vezetnie kell, ha nincsenek meg hozzá képességei. Ha nincsenek, bár ugye sok európai vagy világ több országában pedig még annyi egészségügyi vizsgálat sincs 10-20 éven, nem tudom, nálunk van, mint ami itt. Tehát egyszer megkapja 16 évesen jogosítványt, és akkor ameddig ő él és vezetni akar, addig orvoshoz emiatt nem kell mennie. Tehát ez is tapasztalható, és ez is civilizált országban. Sokféle mód létezik, ahogy megpróbálják szűrni azt, hogy ki vezethet, ki nem, de
ahogy mi látjuk, egyre inkább afelé megy a világ, hogy egyre kevesebbet akarnak azzal foglalkozni, hogy mindenki vezethet, akinek erre. Azt gondolom, ennek több oka is van, többek között például ennek az egész leszervezés, hogy mondjuk valakit milyen teszteknek kellene alávetni ahhoz, hogy megnézzük. Mindenképpen szerintem a mentális állapot és befolyásoltság sokkal jobban van hatásra a biztonságos közlekedésre, mint mondjuk az embernek az életkor. Mint az életkor, így van. Egyébként hány éves kortól sűrűsödnek ezek a vizsgálatok, ellenőrzés, nem tudom pontosan hány évenként, talán 5 évre, 10 évre adják meg először? Nem, 10 évek vannak, és akkor utána mennek, talán 2 évente is vannak szűrések. Hát van akkor ennek egy tendenciája az életkorral, növekvő vagy változó módon. Van, pedig ugye például a látás képessége, tehát ugye nem kapnak sűrűbben szűrést, szűrési kötelesség azoknak, mondjuk romlik a látása, hiszen egy látás kiesése, vagy nem kiesése, de mindenképpen egy gyengülése sok jobban befolyásol egy ilyen tényezőt. Teljesen más, mondjuk, hogyha az ember sokat vezet éjszaka, vagy csak nappal megy, a csúcsforgalomba beáll a dugóba, vagy kifejezetten kivárja, ugye az idős emberek megint csak nem állnak be reggel 8-kor a dugóba, ha csak mondjuk nem ők viszik a gyereket az iskolába, de általában a szülők viszik, és ők az elhozásban segítenek, megint csak nem vesznek részt abban a szituációban, ahol a legtöbb baleset. Tehát lehet, hogy ez is befolyásol a statisztikákat egyébként, hogy ami kimutatott tényezek szerint, hogy kevesebb balesetet okoznak az idős emberek. Igen, igen. Mert nem is vesznek részt abban az igazán nyüzsgő, veszélyes időszakban. Most a saját szakterületéről, hogy beszéljünk egy kicsit a biztosítás sok megkötéséről, ugye azt is jelentős mértékben befolyásolja például, hogy ki mennyire komoly kockázati tényezőt jelent a forgalomban. Ez mennyire jelentkezik az életkor függvénye, mennyivel drágul, vagy éppen olcsóbbodik a biztosítás? Azt mondják, hogy általában a 20 év körüli budapesti fiatalember a legdrágább. Ez is fizeti, és az életkor. Igen, meg a köpcent is befolyásolja, és igazából a motorerő. Csak azért, mert ez visszaigazolja azt, amit erről beszéltünk. Eszembe jut a fiatalok által leggyakrabban elkövetett biztosítási csalás idézőjelben, de ez egy kicsit mégiscsak, hogyha vesznek egy sportos autót, vagy esetleg egy sportmotort, akkor előszeretettel igyekeznek a nagymama vagy nagypapa nevére megkötni a kötelezőt, ezért mi látjuk a statisztikákban az ezres sportmotoroknak a számának a növekedését a vidéki magaskorúaknak. Hát azért van ez, mert ők ugye bónusz 10-ben vannak, ezt hirtelen mind tudjuk. Ha veszünk egy drága autót, akkor elgondolkodunk, hogy mama nevére tegyük el, vagy a kis buszt, mert akkor... És hát miért vannak bónusz 10-ben? Hát azért, mert a statisztikáik egyértelműen jobbak. Nem csak azért, mert vidéken laknak, természetesen a biztosításnak fel kell mérni az adott kockázatot, és egy belvárosban élő ember egy autóval sokkal nagyobb eséllyel tud karambolozni, mint mondjuk egy vidéki kisfaluban élő. Ez logikus. De ugyanakkor az életkor szerint is teljesen megfigyelhető, hogy hát igen, 20 éves kortól kezdve több százer forint is lehet egy, láttam én már 5-600 forintos kötelező biztosítást is, még sportmotorra, egy 18 éves korunk, mert akkor azt mondta a biztosító, szerintem joggal a kársatisztikának alapján, hogy na nem, vagy ha igen, akkor csak ennyiért. És ugye van, ahogy megyünk előre az időben, ugyanez a mondjuk egy magasabb köpcentis autó, akár évi 10-20 ezer forint, és mondjuk 20 ezer forintot ki tud kötni idősebb. Mégis ez indokolható, mert a statisztika ezt igazolja, már pedig igazolja, akkor a kockázat elemzés az egyértelműen. A biztosítás az nem megérzések alapján történik. Aktuáriusoknak hívják ezt, a Harry Potteres jelzőt kapják azok a biztosítókban, akik tényleg a számok alapján eldöntik, hogy egy adott káreseménynek mekkora esélye van egy adott embercsoporton vagy szituáción belül, és ez kőkeményen a számok és a statisztikák alapján kerül meghatározásra, amiből megint csak egyértelműen látszik, hogy nem az idős emberek kerülnének a magasabb bónusz kategóriákba akkor, hogyha ezt a számok nem igazolnák. Összegezetet megnyugtathatjuk a kedves nézőket, hogy nem kell félni az idős emberek, idős vezetőktől, sőt, éppen ellenkezőleg, tehát nem ők a legfőbb veszélyeztető. Vegyünk is át szereplők. Néha ebből a nyugalomból és abból a toleranciából, ami ők vezetnek az úton, én azt gondolom, hogy akkor egy kicsit mindenki jobb. Hát, mint ahogy a példánk, vagy a beszélgetésnek, ugye ürügyött alapot adó Vitali Tamás esetében, és korábban nem voltak ilyen esetek, ez egy rendkívüli dolog volt. Még az is lehet, hogy a héten meg tudjuk majd szólaltatni, meghallgatjuk őt személyesen is. Most mindesetre köszönjük, hogy itt voltunk. Köszönöm szépen. Németh Péter is elmondta mindezt. Köszönöm.